Kedves nézőink, ez itt újra a Navigátor, a Pécsi Tudományegyetem legfontosabb híreivel. Innovációs napot rendezett egyetemünk kutatás hasznosítási és technológia transfer központja, azzal a céllal, hogy bemutassa, milyen innovatív kutatásokon dolgoznak a szakemberek, és milyen új találmányok születtek a PTA-n. Labornyitóval indult az idei innovációs nap a Pécsi Tudományegyetemen. A rendezvény évek óta fórumot biztosít az egyetemen folyó kutatások eredményeinek bemutatására, ezzel is hozzásegítve a PTA azon törekvéséhez, hogy valódi innovációkká váljanak. A Humeltis Kft. Most átadott laboratóriumában olyan 3D-s emberi tüdőszövet modellel kísérleteznek majd a szakemberek, aminek segítségével például gyógyszerhatóanyagokat lehet majd vizsgálni. Ez az első egészen konkrét gyümölcse annak, amikor egy tőkés azt mondja, nekem megér pár száz millió forintot az, hogy ebbe a termékbe én pénzt tegyek, mert látom azt a szakmai, tudományos garanciát, hogy egészen nyilvánvalóan ennél többet fogok kivenni pár év múlva. Tehát nekünk pedig a kutatóinknak egy hatalmas lehetőség. A cég tulajdonosa egyben a modell megalkotója szerint a most átadott laborral minden feltétel megteremtődött ahhoz, hogy a kutatásfejlesztés folytatódjon. Nem titkolt végső cél pedig egy ténylegesen működő tüdőszövet létrehozása, ami szöveti regenerációra, transzplantációra is alkalmas lenne. A vizsgálatok azok megkezdődhetnek gyakorlatilag a gyógyszertesztelés irányába. Ez az elsődleges lehetőségünk ebben a laboratóriumban. Ezen túlmenően megindulhatnak a céges fejlesztéseink, ami más, mint az alapkutatási-kutatási irányaink, hiszen ez gyakorlatilag teljes mértékben a piaci eladhatóságnak a továbbfejlesztése érdekében történő kutatási irányvonalaink. A labor fenntartása a befektetői forrás mellett szolgáltatásokkal és termékekkel, valamint pályázati forrásokkal lesz biztosítva. A labor vezetője szerint 2 éven belül teljesen önfenntartók lehetnek. Az innovációs nap tudományos előadásokkal folytatódott a kockázati tőke és spin-off cégek alapításának szerepére fókuszálva, olyan prominens vendégek részvételével, mint a Koreai Köztársaság nagykövetségének kereskedelmi főigazgatója, aki az ország gazdasági fejlődését mutatta be a résztvevőknek. Ebben az évben is pedagógus napi ünnepi szenátusi ülést rendeztek egyetemünkön. 2014-ben is megrendezésre került a Pécsi Tudományegyetem pedagógus napi ünnepi szenátusi ülése, melynek keretében a PTA jogelőd intézményeiben diplomát szerzett egyes hallgatók arany, gyémánt, vas és rubin díszoklevelet kaptak, valamint minisztériumi és egyetemi elismeréseket és kitüntetéseket is átadtak. Bódis József a Pécsi Egyetem rektorának köszöntője után aranydíszoklevelet vehettek át azok, akik 50 éve szerezték meg diplomájukat. Gyémánt díszoklevelet kaptak azok a volt hallgatók, akik 60 éve végeztek a Pécsi Tudományegyetem egy jogelőd intézményében. Szerafin Nándor 65 éve szerezte jogi diplomáját, ezért vas díszoklevelet vehetett át. Bodó Lászlón és Neider Magdolna rubin díszoklevelet kapott, hiszen 70 évvel ezelőtt végzett, mint népiskolai tanító. Megható volt, gyönyörű volt. Előhozta a régi fiatal tanítónén is koromat a rektor úr azzal, hogy nem papírból köszöntött bennünket, hanem saját szavaival. Én ettől hatódtam meg először. Nem is jutott volna eszembe ilyen szív. Nagyon-nagyon-nagyon megható volt. Nagyon sok kollégát láttam itten, akiket már 20-30 éve nem láttam. Angster Johannes szintén rubin díszoklevelet vehetett át. Ő jogászként végzett 1944-ben. Elmondása szerint élvezet volt számára visszatérni Pécsre. Nagyon szép és jó volt az egész, és én nagyon ragaszkodtam, már mostanig is, a régi alma materhez. És nagyon jól esik, hogy ilyen szép ünnepségeket rendeznek nekünk, így nem csak az idő múlásának a rossz
negatív hatását érezzük, hanem ilyenkor mindig kapunk egy pozitívumot, és az viszi az embert előre. A díszoklevelek átadása után a minisztériumi kitüntetések következtek. Balogh Zoltán emberi erőforrások minisztere a Magyar Felsőoktatásért emlékplakett kitüntetést adományozta Aknai Tamásnak, a művészeti kar professzorának és Szabó Évának, a Pollák Mihály műszaki és informatikai kar egyetemi docensének. Az emberi erőforrások minisztere magyar pedagógus szolgálati emlékérem kitüntetést adományozott három oktatónak, a Pollák Mihály műszaki és informatikai karról. Név szerint Hajósné Temesi Eszter adjunktusnak, Helmich József főiskolai docensnek és Mersis Ildikó főiskolai docensnek. A Pécsi Tudományegyetem rektora aranykatedra díjat adományozott Berke Gyulának, Kuzerdi Andreának, Fülöp Attilának, Húsz Máriának, Németh Péternek, Pap Gábornénak, Szeberényi Józsefnek és Tóth Lászlónak, általános iskolai és középiskolai pedagógusoknak, valamint főiskolai és egyetemi oktatóknak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak az oktatás, nevelés és a tehetséggondozás területén. Bódis József rektori dicséretben részesítette azokat a munkatársakat, akik magas színvonalú és eredményes munkájukkal segítették az egyetemet. A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Pécsi Egyetemi Bizottsága munkája elismeréseként FDS emlékplakettet adományozott Fehér Tibornak, a Közgazdaságtudományi Kar informatikai szolgáltató osztály vezetőjének. A rendezvényt az I. és Gyula Kar tehetséges hallgatóiból álló együttesének ünnepi fellépése színesítette. Kedves nézőink, a következő percekben az egyetem régi új rektorával, dr. Bódis József professzorúrral beszélgetünk aktualitásokról és tervekről az egyetem vonatkozásában. Szeretettel köszöntöm itt nálunk a stúdióban. Köszönöm szépen, és én is köszöntöm Önt is, és a nézőket is. Évek óta hagyomány, hogy meghívjuk ide beszélgetni, egy kicsit évet értékelni nyár előtt. Most is arra kérem, hogy összegezze, mik voltak azok a legfontosabb csomópontok, amik meghatározták az elmúlt évet. Sok minden pozitív és negatív dolog. Ugye évek óta visszatérő problémánk a költségvetési egyensúly kérdése. A tavalyi év volt talán a legnehezebb esztendő e tekintetben, tele bizonytalansággal. Az évet mégis le tudtuk zárni. Az idei év számai eddig jobban néznek ki. Aztán, hogy milyen lesz, azt majd meglátjuk. Az elmúlt periódus, az nem csak egy évnek a periódus, hanem tulajdonképpen 4 évet zárok él le, melynek az első fele az egy egyensúly megteremtés volt, és nem csak anyagi, hanem sok tekintetben az egyetemi élet szinte minden szféráját érintő problémakörök lezárása volt. Az elakadt dolgainkat reaktiválni tudtuk, hiszen és nem csak reaktiváltuk, hanem elkészült a Science Building, folyik a 400 ágyas rekonstrukciója, elnyertünk egy rehabilitációs pályázatot, amelyiknek az építési fázisa van, elnyertünk egy onkológiai pályázatot, amelyik most közbeszerzés alatt van, több műszerben megújultunk, nagyon sok támok pályázatot nyertünk el, amik egyébként az idén lejárnak, és ez egy külön gondot és problémát fog okozni majd, de dolgozunk rajta, hogy ez a lehető legkisebb legyen. 2-ről fölfejlődtünk 7+1 akadémiai munkacsoportra, megvan a kutatóegyetemi cím, de nincs meg a kiemelt egyetemi cím, és csökkent a hallgatói létszám. Sajnos az a negatív tendencia, ami úgy általában Pécsre és a régióra volt jellemző,
a csökkenő lakosság szám az elvándorlás, az már az egyetemi felvételikben is jelentkezett, és a terveinket, a stratégiáinkat ezekre a tényekre kellett alapozni. Van egy olyan elképzelésünk, hogy 3 év múlva lesz az egyetem alapításának 650. évfordulója, és ez az a kapackodó, amire fel tudunk építeni minden olyan probléma megoldást, ami velünk van ma, amit szeretnénk levetkőzni, és szeretnénk ezen tovább lépni, visszanyerni azt a presztízst, ami volt az alapításkor, volt az új alapításkor, és hát többször volt fénykor ennek az egyetemnek. El kéne indulnunk már a fénykor irányába. Ennek a fénykornak az irányába való elindulásban mik azok a következő konkrét teendők, tennivalók, amik majd megvalósulnak, vagy elindulnak szeptembertől akár? Hát egyrészt az egyetemi központokban olyan innovációs kutató helyeket, központokat kell létrehozni, amelyekre alapozva a környező gazdaság egy lendületet kap. Erre mi egy olyan tervet rakunk össze, és ez a munka folyamatban van, ami a 3D technológiát, a 3D-t, mint koncepciót fogalmazza meg. Gondolok itt akár a dizájnra, gondolok itt a kreatív iparra, az építészetre, de gondolok itt arra is, hogy ezen keresztül nagyon korszerű, oktatás segítő demonstrációs eszközöket lehet létrehozni, és nem utolsó sorban arra, hogy például a gyógyításban ma már az egyénre szabott diagnosztikáról és terápiáról, kezelésről beszélnek szerte a világban. Ma ez már nem csak álom. Álom nekünk, de a világban ez bizonyos helyeken, nem nagyon széles körben, de működik. Ilyeneket szeretnénk itt megvalósítani. Azt gondolom, hogy ez egy jó irány. A rektori programjában említett egy átvilágítást, ami ugye, ha minden igaz, akkor a napokban majd el fog kezdődni. Milyen előzetes eredményekre lehet esetleg számítani? Én mindenképpen számítok arra, hogy az összes párhuzamosságra fény derül. Az összes olyan fölösleges adminisztrációs körre fény derül, ami mindenkit gyötör, higgyék el, a rektort is, és nyilvánvaló a legkisebb intézet titkárnőjét is. Tehát itt nincs különbség, ettől mindenki szenved. Nagyon sokszor, amikor én ezeknek utána mentem, akkor kiderült, hogy szabályozások által meghatározott lépések, de biztos vagyok benne, hogy kreatívan mi is hozzátettünk. Na most ezt a kreativitást szeretném kiküszöbölni. Vannak olyan oktatási formáink, amelyek nem korszerűek, ki kell dobni, meg kell szüntetni. Vannak karaink, akiknek gondjaik vannak, kevesebb a hallgatóik, stb. Vagy meg tudnak újulni, vagy integráció, leépítés. Most a leépítés az a legutolsó sorban szeretném, mert mindenkire elvileg szükség van, de nyilvánvalóan nem ugyanabban a formában, mint eddig volt. A hallgatói vonzóerőként szeretném felmutatni a hallgatói munkahelyteremtést. Szépen haladunk ebben az irányban, még messze vagyunk attól a nagyságrenddel, amit szeretnék elérni, de majd egyszer elindultunk, elérünk valamit. Szeretnénk egy olyan lehetőséget is megteremteni hallgatók, de oktatók számára is, hogy az ötleteik, a találmányaik, a tudományos eredményeik minél előbb érvényesüljenek a gyakorlatban, tehát úgymond piacosítani, üzletesíteni, úgynevezett vállalkozásfejlesztő központot hozunk létre. Ennek az alapkoncepciója készen van. Aztán minél több olyan meghatározó ipari szereplőt szeretnénk idehozni, amely átalakítja a környék és a város gazdaságát. Ehhez a város és a régió hogyan tud kapcsolódni? Évek óta törekvése az egyetemnek a minél jobb kapcsolat kiépítése. Lehet ezt még jobban erősíteni? Nagy örömre szolgál, hogy a város fejlesztési programjában benne vagyunk. Például a város felvállalta egy nemzetközi hallgatói központ létrehozását. Úgy gondolom, hogy ez egy igazi konkrét lépés abba az irányba, hogy nem csak beszélünk a kapcsolatokról. Ismét a rektori konferencia elnökének választották. Ez a pozíció miként tudja erősíteni majd az egyetem pozícióját? Igen, július 1-től 2 évre én leszek ismételten a rektori konferencia elnöke. Az az igazság, hogy a mai világban, de lehet, hogy régebben is így volt, hogy az információ az nagyon sokat jelent, az hatalmat jelenthet.
A mi egyetemünk számára ott lenni az információk közelében nagyon sokat jelent. Meggyőződésem, hogy más dimenziók nyílhatnak ki ezáltal, de ezt csak lehetőségként kell értékelni. Hogy ez siker is legyen, azért meg kell dolgozni. Végül, de nem utolsó sorban, egy új csapattal fog együttműködni most a rektori periódusában. Kikből áll össze ez a tím? A tím létszámban változatlan lesz, 3 rektorhelyettes lesz. A jelenlegi csapatból Zeller Gyula rektorhelyettes úr tud maradni. Az ő profilja, a fölkészültség eddigi munkája alapján szükség van rá. Másik 2 helyen változik a csapat. Kovács Gábor professzor úr, rektorhelyettes úr életkori okokból már egy jó éve nem rektorhelyettes, de azt a funkciót még viszi velem együtt június 30-ig, és a következő periódusban pedig Komlósi László rektorhelyettes úr kerülne egy hasonló helyzetbe, úgyhogy az ő helyén elsősorban oktatási vonalon Berke Gyula tanár úr lesz az oktatásért, képzésért, továbbképzésért felelős rektorhelyettes, és Kovács Gábor professzorát pedig Tóth Kálmán professzor fogja váltani a tudomány és az innováció pályázatok irányítása terén. Rektor úr, köszönjük szépen, és egy eredményes periódust kívánunk. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig egyetemi hírekkel folytatódik a Navigátor. Jubileumi nagygyűlést tartott a Magyar Nőorvos Társaság Pécsett a Kodály Központban. A nagyszabású rendezvényt 4 évente rendezik meg hazai és külföldi szakemberek részvételével, a legkülönbözőbb szakterületek felvonultatásával. Ilyenkor mindig áttekintjük a szakma aktuális állását, a fejlődési lehetőségeket, néhány problémát, és abban bízunk, hogy új információkkal fölvértezve tudunk a következő 4 esztendőnek neki menni. Az idei konferencián közel 900 résztvevő tanácskozott olyan aktuális témákról, mint a hormonpótlás, a koraszülés és az ultrahangdiagnosztika, de a genetikai tanácsadás és a magzati genetikai diagnosztika is kiemelt témaként szerepelt. Ezen a területen az elmúlt 50 évben hatalmasat lépett előre az orvostudomány. A genetikai tanácsadás és a magzati genetikai diagnosztika jutott el olyan szintre, hogy a terhesek, a várandós édesanyák sokkal nyugodtabban tudják kiviselni a terhességüket, és a születéskori fejlődési rendellenességek, genetikai betegségek száma 100%-osan csökkent az elmúlt évtizedekben. Egy felmérés szerint olyan 30 évvel ezelőtt 3-4% volt ez, és most 1% alatt van. A 30. jubileumi nagygyűlésen 136 előadás, 52 referátum és 4 szimpózium mellett Semmelweis díjak átadására is sor került. Egyetemünkön dr. Csaba Imre professzor tüntették ki. A szülészet nőgyógyászat területén kifejtett iskolateremtő munkája elismeréseként. 240 éves Magyarország első nyilvános könyvtára, a Klímó könyvtár. 1774 tavaszán alapította a Klímó György püspök a Pécsi Egyetemi Könyvtár jogelődjét, a hajdani Pécsi Püspöki Könyvtárat. A jubileum alkalmából egy impozáns kiállítás nyílt a Klímó gyűjteményben. Ez egy olyan különleges alkalom, illeszkedve a Pécsi Tudományegyetem jubileumi ünnepségéhez, hogy mi ennek az ünnepségsorozatnak tulajdonképpen egy első alkalma vagyunk. Mi tudatosan építjük olyan értelemben a mai modern egyetemi könyvtár imázsát, hogy a Klímó könyvtár a mi elődünk, és ennek szellemiségében az elődöknek, az ősöknek a kultúrateremtő, kultúrapártoló, tudományteremtő tevékenysége szellemében kívánunk most is szolgálni. A kiállítás szervezője szerint igyekeztek unikális darabokat bemutatni a kiállításon, olyan dokumentumokat is láthat a nagy érdemű, amik korábban nem voltak elérhetők. Kimondottan azokat a dokumentumokat szerettük volna kiállítani, amik egyediek, vagy országos, vagy helyi szinten, és különleges értékességünk miatt például nem itt a könyvtárban őriztetnek. Így az a 8 kódex, amit mindig a könyvtár történet is emlegett, gazdagon illuminált, kéziratos vagy ősnemutatvány jellegű kódexek, azok kiállításra kerültek, amiket 1949 utántól a Pécsi Egyházmegyén előriznek különleges értékességük miatt.
De nem csak a 18. századból, a 19. 20. századból való könyvtár különlegessége is bemutatásra kerültek a kiállításon, ami október végéig elérhető. Akkor a jubileum egy tudományos konferenciával zárul majd, ahol a kiállításhoz kapcsolódóan kutatók mutatják be tudományos munkájukat az érdeklődőknek. Komplex oktatási, kutatási, betegellátási egység jött létre a Pécsi Tudományegyetem Immunológiai és Biotechnológiai Intézetében. A régóta gyümölcsöző horvát-magyar együttműködésnek köszönhetően egy megújult biotechnológiai kutatóbázissal gazdagodott az intézet. A PTE új partnere a projektben az Eszéki Közegészségügyi Intézet volt, közös pályázati támogatással jöhetett létre a fejlesztés. Az intézet gyakorlatilag ezzel egy új életet kezdhet. Létrejött egy olyan oktató részleg, ahol nem csak szemináriumokat, hanem igazi gyakorlatokat tudunk már tartani orvostan hallgatóknak, orvosi biotechnológusoknak. A Pécsi Intézet közel 20 éves munkája folytatódhat a több mint 1 milliárd forintos támogatásból átadott laborokban, lényegesen jobb körülmények között, mondja a projekt szakmai vezetője. Folytatjuk azt az elmúlt 10 évben kialakított nagyon tematikus és egy-egy területre autoimmun betegségek, daganatkutatás, a mikrokeringésnek a vizsgálatok, ezeket folytatjuk természetesen lényegesen jobb körülmények között. El kell mondanom, hogy az a pályázat, ami infrastruktúrafejlesztést jelentett, az a másik oldalon műszerbeszerzés. A Pécsi Intézet további kooperációt tervez Eszéki partnerével. A legfőbb cél az lenne, ha az innovációban közös szabadalmakkal, az ipar felé pedig közös szolgáltatásokkal tudnának fellépni együttműködésük eredményeként. Befejeződött a PTE Gyermekgyógyászati Klinikán az iFamily program legújabb felmérése, ami folytatása a korábbi IDEFIX programnak. Ezzel 2007-ben mérték fel a gyermekek kondícióját. Az iFamily a gyermekek egészségi állapotának további alakulását követte nyomon az egészséges életmód és táplálkozás szerepére, és a gyermekkori elhízásra fókuszálva több mint 16 ezer gyermek vizsgálatával Európa szerte. Az utánkövetés a következő eredményeket hozta. Egyértelműen támogatják ezek a vizsgálatok, hogy egy-egy apró lépés az egészséges életmód egy adott területén, az rendkívül nagy hozadékkal bír a későbbi életkorba, főleg felnőtt életkorba, ezeknek a krónikus, nem fertőző betegségnek, civilizációs betegségnek a megelőzésébe. Nem kell mindent mindenkinek megváltoztatni, de egy-egy területet kiszemelve előre lehet lépni. A programban a gyermekek családtagjai is részt vehettek különböző szűrővizsgálatokon, azzal a szándékkal, hogy a megelőzés lehetőségét a szülők időben felismerjék, és a programban résztvevő gyermekeik testvéreit is megvizsgáltassák. Az iFamily óta a kicsik többet mozognak, van olyan kisgyerek, aki olyan ételeket is megeszik, amit korábban nem. Többet sportolok, és most már azokat az ételeket is megeszem, amit addig nem. Például a gombát. A felmérésben 8 ország kapcsolódott be, hazánkban Baranya és Zala megye, ahol összesen 2323-an vettek részt a programban. Az iFamily lehetőséget adott egy internetes táplálkozási napló vezetésére is. Aki rendszeresen vezette, most a program végén élményajándékkal vagy kerékpárral gazdagodhatott egy sorsolásnak köszönhetően. A projekt munkatársai bíznak abban, hogy a program önképző módon tovább él a résztvevő iskolákban, óvodákban, a szakemberek számára pedig nemzetközi szinten is új kutatási irányt jelenthetnek a fogyasztói magatartás, a családi, iskolai és egyéb szociális hálózatok és a globális környezeti hatások területén. Fennállásának 45 éves évfordulóját ünnepelte a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottsága. A PAB 1969-ben kezdte meg működését az egykori Vasvári villában Pécset. Az évfordulón a PAB régi új elnöke mondott köszöntőt, hiszen éppen az esemény napján választották meg újból a bizottság vezetőjének. Régi meggyőződésem, hogy a magyar tudomány általában a univerzális egyetemes tudomány igényli az, hogy legyenek olyan regionális bázisok, ahol fórumot kapnak a szellemi élet képviselői, a tudománnyal foglalkozók, a kulturális élettel elkötelezettek. A előző ciklusomban és ezután következőleg is én így szeretném ezt a nagyon megtisztelő feladatot ellátni, hogy természetesen, mivel Magyar Tudományos Akadémia székházáról van szó, első helyen a
ma felfedező kutatás, alkalmazott kutatásnak fórum kínálása az a feladatunk. De legalább ilyen fontos a széles értelemben vett szellemi, kulturális élet és a fiatal kutatók támogatása is, mondta el a PAB elnöke. Az ünnepi alkalomból megjelent egy válogatott fotótár, bemutatva az elmúlt 45 év legfontosabb eseményeit, az alapítástól egészen napjainkig, és a PAB régóta bővülő több mint 1000 kötetes könyvállománya is rendszerezésre, digitalizálásra került az alkalomból. Az évforduló koronáját egy ünnepi faültetés adta. Szolcsányi János, a PAB egykori és Kosztolányi György jelenlegi elnöke egy korai juhart és egy piramis tölgyet ültettek el a PAB székház kertjében, hiszen a 45 éves évfordulóra a kert is megszépült az egyik munkabizottság közreműködésével, méltó módon ünnepelve a jeles alkalmat. 800 ezer forint értékű adomány érkezett a Pécsi Gyermekklinika Gyermekradiológiai Intézetébe az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület gyűjtésének köszönhetően. A szervezet immár 7 éve teszi szebbé és élhetőbbé az arra rászoruló gyermekek mindennapjait kampányával, melynek célja, hogy országosan több kórház gyermekosztályának juttassanak el létfontosságú egészségügyi készülékeket. A Pécsi Gyermekradiológiai Osztály munkáját mostantól új ólomkötények, homokzsákok, kazetták, hozzá foszforlemezek segítik az adománynak köszönhetően. Azonban még bőven lenne mit javítani az ellátás körülményein, az osztálynak nagy szüksége lenne egy új ultrahangkészülékre a vizsgálatokhoz, melynek költségét a klinika csak részben tudná finanszírozni. Most ehhez keresnek további támogatókat. A PAB Pedagógiai Munkabizottsága és a PAB Nevelés Történeti Munkabizottsága minden évben tudományos műhely munkára gyűlik össze, mely alkalmon előadások és kerekasztal beszélgetések adnak lehetőséget különböző témák kibontására, együtt gondolkodásra. A mostani alkalom rendhagyó módon Dudás Margitnak, a Pedagógiai Munkabizottság titkárának búcsúztatója köré szerveződött, hiszen a tanítványok és kollégák körében oly kedvelt pedagógus 41 év után búcsúzik az egyetemtől. Ez egy gyönyörű szakma, amit érdemes csinálni, és amit profi módon érdemes csinálni, és hát sokan vannak, akiknél látom azt, hogy profi módon csinálják, akikben ott van valami tűz, valami szenvedély, hogy ezt érdemes. Itt az ember szétosztja magát naponta többször is, de lehet utána újra találni, szétosztani valót. A pedagógia és neveléstudomány elhivatott mestere nem egyszerűen csak oktatott, tudással, hittel és egy kis útravalóval bocsátotta el tanítványait. Egy kicsi követ szoktam adni búcsúzóul, sokan őrzik a köveimet, akkor azt szoktam mondani, hogy ebben a kőben benne van ez a kurzus, ez a tréning, ezek az emberek, benne vagyok én is. Minden tud arról a témáról, amit tanultunk, konfliktusokról, kommunikációról, nézetekről, és lehet hozzá fordulni, és egyszer visszajött hozzám valaki, hogy elveszítette a követ, és adjak másikat. Az ünnepi alkalomból egy könyv is megjelent egy korábbi sorozat 5. köteteként, mely 2 nagyobb tematikus részből áll, tartalmazza Dudás Margit publikációit, szakcikkeit, valamint egy gyűjteményt Dudás Margit írásaiból, megőrizve azt a szellemiséget, amit pályája során képviselt. Bali Dániel első helyezést ért el egyéniben az aerobik világkupán a bulgáriai Borovecben. Ez az eredmény azért is különösen értékes, mert ez volt Dani első megmérettetése a felnőttek között. Dani nagyon kivételes képességű, kivételes tehetségű gyöngyszem ebben a sportágban. A szorgalma, a kitartása, az esze, a fizikai adottságai messze felülmúlják a korosztályát, és mindig is gondoltam, hogy ő egy nagyon-nagyon sikeres felnőtt versenyző lehet. De arra én se számítottam, hogy a legeslegelső versenyen mindjárt aranyéremmel térhet haza. A PTE PEAC versenyzője elsőként kvalifikálta magát a döntőbe, ahol meg is tartotta pozícióját az olaszok versenyzőjével holt versenyben. Célom az volt, hogy döntőbe jussak, és ezt bőven sikerült túlszárnyalni, úgyhogy nagyon örültem, nagyon boldog voltam. És hát igen, jól esett, mert ugye juniorban már voltak hasonló eredményeim, de azért a felnőttek között teljesen más. Dani már a júniusi Mexikóban megrendezendő világbajnokságra készül. Ugyan a világkupa kevésbé számít fajsúlyos viadalnak a világbajnoksághoz képest, Réfi Eszter szerint a bulgáriai versenyen erős volt a mezőny, így az jó kiindulási alapnak szolgál.
nagyon jó megismerkedés volt a felnőtt mezőnye, egy nagyon jó bemutatkozás a bírók felé. Úgyhogy nagyon nagy reményekkel várjuk a mexikói világbajnokságot. Daninak is nagy tervei vannak Mexikóval kapcsolatban. A világkupa után most már nagyon bizakodom a döntőben, illetve hogy minél előrébb végezni. Az ifjú világkupa győztes egyéni és csoport kategóriában is elindul majd a világbajnokságon. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Navigátorba. Legközelebb szeptemberben várom Önöket friss tartalommal, de addig is korábbi adásainkat és Nyitott Egyetem című műsorunkat megtalálják az alábbi elérhetőségeken. Magam és kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!